A vírushelyzet ellenére is szép számú mintát kóstolhat végig a következő két napban a nemzetközi zsűri a Vinagóra borversenyen, mely az egyetlen Magyarországon szervezett európai szakmai találkozó. Az idei az első alkalom, amikor szexárdathatott otthon a borász találkozónak, mindez, mondta Bősz Adriánó hegyközség elnöke, az elmúlt évek sikereinek köszönhető. Nem csak magának a borvidéknek elismerés, hanem elismerés szexárnak, elismerés a szexárdi embereknek, és elismerés mindenkinek, aki ebbe rengeteget dolgozott. Nem konkrétan csak a borversennyel kapcsolatban, hanem ahhoz, hogy ez itt megrendezésre kerülhessen. Ez magának a városnak, a városi intézményeknek, a vendéglátóhelyiségeknek, a szállodáknak, mindennek fejlődnie kellett. Zilai Zoltán a verseny főszervezője arról beszélt többek között, hogy a magyar borászoknak elsősorban a hazai piac meghódítására kell fókuszálnia. A magyar borászatnak az a legfontosabb, hogy amennyi szőlőskertünk, ültetvényünk van, azok megmaradjanak, szépen virágozzanak, ott jó megélhetést biztosítson az azzal foglalkozó embereknek. Ez az kell, hogy ezek az ott megtermelt szőlők, borok, ezek jó áron értékesüljenek, és ebben egyébként a legfontosabb a belföldi piac. Az idei Vinagórára 14 külföldi országból érkeztek minták, közel 800 tételt kóstolnak majd végig a bírálók. Mészáros Péter zsűri elnök véleménye szerint ez alapján képet kapnak majd a nemzetközi trendekről. Fontosak a tapasztalatok, nem csak a borversenyen, amit szerzünk, hanem a borverseny utáni programokon, a kötetlen beszélgetéseken elmondják azt, hogy mit gondolnak a borainkról, mit gondolnak a világban, mik az új trendek, mik azok a borok, amik most a legkeresettebbek. A szexárdi szervezésű Vinagóra eredménye az lehet, hogy tovább népszerűsödik a borvidék azáltal, hogy a nemzetközileg elismert szakemberek viszik el jó hírét.